Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvéreim, ezt a Szent Misét elhunyt Jenő testvérünkért ajánlom fel. Most tartsunk bűnbánatot, hogy az Úr megtisztíthasson bennünket minden akadálytól, ami elválaszt tőle, és az ő öröme betöltsön bennünket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Könyörögjünk. Istenünk, Te a keresztkút vizével új életet öntesz híveid lelkébe, amikor újjászületnek Krisztusban. Őrizd minket, hogy a hitellenes kísértéseket legyőzve hűségesek maradjunk áldott kegyelmedhez. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. A jeruzsálemi üldözés elmúltával az egyház egész Júdeában, Galileában és Szamáriában békét élvezett, és tovább terjedt. Az Úr félelmében élt, és a Szentlélek vigasztalása töltötte el. Ekkor történt, hogy Péter mindenhová elment. Így a Liddában élő hívekhez is eljutott. Ott egy Éneász nevű béna emberre talált, akit már 8 éve ágyban feküdt. Péter megszólította: Éneász,
Jézus Krisztus meggyógyít téged, kelj fel és vesd be ágyadat. Az nyomban fel is kelt, Lidda és Száron lakói mindnyájan látták a meggyógyultat, és megtértek. Joppéban volt a tanítványok között egy asszony. Tabitának hívták, ami annyit jelent, mint gazella. Sok jót tett és bőven juttatott a rászorulóknak. Éppen azokban a napokban megbetegedett és meghalt. Lemosták tehát és felravatalozták az emeleti teremben. Mivel Lidda közelesik Joppéhoz, és a tanítványok meghallották, hogy Péter ott tartózkodik, elküldtek hozzá két férfit ezzel a kéréssel. Késedelem nélkül siess hozzánk. Péter rögtön útnak indult velük együtt. Amikor megérkezett, felvezették az emeleti terembe. Az özvegyek mind körülállták, és sírva mutogatták neki azokat a ruhákat és köntösöket, amelyeket Tabita még életében készített számukra. Péter mindenkit kiküldött, majd tédre borulva imádkozott. Azután a halotthoz fordult és felszólította. Tabita, kelj föl! Erre felnyitotta szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter kezét nyújtotta neki és felsegítette. Azután behívta a híveket meg az özvegyeket, és megmutatta nekik, hogy Tabita él. Az eseménynek egész Joppében híre terjedt, és sokan hittek az Úrban. Ez az Isten igéje. Mitartkozik az Úrnak viszontzásul, mindazért, amit nékem adott. Mitartkozik az Úrnak viszontzásul, mit adhatnék, mindazért, amit nékem adott. Veszem az üdvösség gyermekét, és az Urat nevét, Úr nevét hívom segítségül. Mit adhatnék az Urat viszontzásul, megadom egész népének színe előtt. Drága dolog az Úr színe előtt, szentjei dicső halála. Mit hallhatnék az Úrnak Uram és szolgálod gyermeke, bilincseimet széjjel törtem. Bemutatom néked a dicséret áldozatát, és az Úr nevét hívom segítségül. Mit adhatnék az Úrnak viszontlásul,
Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus Kafarnaumban az élet kenyeréről beszélt, tanítványai közül, akik szavait hallották, többen azt mondták, kemény beszéd ez, ugyan kihallgatja. Jézus tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, ezért így szólt hozzájuk. Ez megbotránkoztat titeket? Hát, ha majd azt látjátok, hogy az emberfia fölmegy oda, ahol azelőtt volt. A lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, lélek és élet. De vannak közöttetek, akik nem hisznek. Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek benne, és hogy ki fogja őt elárulni. Aztán így folytatta, ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha csak az Atya meg nem adja neki. Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak vele. Jézus ezért a 12-höz fordult. Ti is el akartok menni? Simon Péter ezt válaszolta neki. Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk és tudjuk, hogy te vagy az Isten szentje. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, a Szentleckében Péter apostolról hallunk, aki bármerre jár, sokfelé csodák történnek általa. Betegek gyógyulnak meg, és részletesen leírja az apostolok cselekedete Tabitának a föltámasztását is, aki meghalt, és Péter imájára visszatér. Két dolgot látunk, ahogy Péter fölmegy az emeleti terembe, mindenkit kiküld, letérdel és imádkozik. Ez az egyik része, utána pedig parancsol a halottnak, hogy Tabita, kelj föl. Ez a két dolog körülbelül így össze is foglalja, szimbolizálja azt, amiben a megváltás kapcsán, amiben vagyunk, amiben részesültünk. Az egyik rész ugyanis az, hogy mindig Isten előtt kicsik vagyunk. Ez a letérdel és imádkozik, ez azt jelenti, hogy én nem tudok semmit tenni most. Én nem tudom föltámasztani ezt az asszonyt. Uram, cselekedj te! Te vagy az élet és a halál ura. Tehát elkéri Istentől a kegyelmet, hogy történjen meg. Mert hogy ő csak ember, ez csak Isten viheti véghez. Ez az egyik része a dolognak. Tehát, hogy elkérjük Istentől a kegyelmet. Azt hiszem, hogy ez legtöbbünk számára ismerős. Sőt, többnyire ez szokott ismerős lenni a keresztény ember számára, hogy imádkozni, azaz könyörögni valamiért, kérni valamit. De utána Péter mást is tesz. Föl kell, és parancsol. Jézus Krisztus nevében szól. Tehát úgy beszél, mintha neki volna hatalma erre. Tabita, kelj föl! Hát kicsoda ez a Péter, hogy ilyet mond egy halottnak. De megtörténik, és föl kell a halott. Tehát, hogy Isten ereje, kegyelme ott van Péterrel Péterben. Nem egyszerűen csak imádkozik, hanem Isten nevében cselekszik. És ez a másik része, ami hívő életünknek, hogy nem csak kérhetünk, nem csak koldulhatunk, mindig tudatában kell legyünk annak, hogy Isten a nagy, én vagyok a kicsi. Ezért a letérdelésnek, a könyörgésnek mindig helye van. Ez soha nem kophat ki az életünkből. De vannak helyzetek, amikor megkapjuk azt a kegyelmet, vagy megélhetjük azt, hogy az isteni hatalom által cselekszünk, teszünk valamit. Például különösen kiemelten ez történik minden egyes szentmisében, a papszentelés által ez valósul meg, amikor Jézus Krisztus nevében változtatjuk át a kenyeret és a bort, az ő szavait mondjuk ki. Nem egyszerűen csak arról van szó, hogy kérjük az Istent, hogy mai szentmisében is történje meg, hanem kimondjuk Jézus szavait, és az úgy van. Vagy amikor a szentségek kiszolgáltatása történik, például egy feloldozásban, ott nem egyszerűen kérjük azt, hogy Istenünk, hát bocsáss meg ennek a bűnösnek. Aztán ott maradunk a nagy bizonytalanságban, hogy vagy megtörtént, vagy nem. Hanem a pap kimondja a feloldozás szavait, és az úgy van, és kész. És nem egyszer megtörténik ez, hogy más esetekben is, hogy Isten tekintélyével, hatalmával szólhatunk és cselekedhetünk. A kegyelem indítja az embert, amikor valami különleges helyzetben erről van szó.
Legyünk tehát ennek tudatában, hogy nem csak kérünk Istentől, nem csak könyörgünk, hanem ezekben a megnyilvánulásokban az mutatkozik meg, hogy a Szent Háromság egy Isten itt van bennünk. Hogy Jézus Krisztus lelke bennünk lakik, és hogy az Úr bizonyos helyzetekben kifejezetten általunk cselekszik, általunk szól. Ezekben a helyzetekben mi nem egy távoli Istentől koldulunk, kérünk valamit, hanem egyesülve vagyunk ő vele is, általunk cselekszi meg az ő műveit. A szeretet gyakorlása, a szeretet cselekedetei is lehetnek ilyen Szentlélek erejében véghez vitt cselekedetek és tettek. És erre vagyunk meghívva, hogy Krisztus cselekedeteit cselekedjük, tegyük az életünk során. Ezek lehetnek csodák, lehetnek a szeretetnek, az irgalomnak a megnyilvánulásai, és tehát tulajdonképpen mindaz, amit Jézus Krisztus tett, azt mi hívők folytatjuk, cselekedjük. Tehát Krisztus bennünk és általunk él tovább itt ebben a világban. És amikor az eukarisztiát magunkhoz vesszük, akkor pontosan ezt a vele való egységünket, egyesülésünket erősítjük meg még jobban. Tehát, hogy ez válik teljesebbé, hogy Jézus Krisztus cselekedeteit, tetteit tudjuk végrehajtani. Kérjük a mai szentmisében az ő kegyelmét, segítségét, hogy vele minél jobban egyek legyünk, hogy az ő tettei, az ő szavai, a csodái, az ő irgalmának és szeretetének a cselekedetei minél inkább megtörténjenek, megnyilvánuljanak, megvalósuljanak itt a földi életben általunk. Amen. Testvéreim, esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hitereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani. Imádkozzunk Szent Atyánkért, Ferenc pápáért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Imádkozzunk egyházmegyénk Péter főpásztorért, a főpásztor atyánkért, papjainkért, a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy az igazságban és a szeretetben munkálják a békét. Imádkozzunk egyház községünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntösét. Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől. Imádkozzunk elhunyt Jenő testvérünknek a lelki üdvösségéért, hogy befogadja őt Istenünk a égi országába. Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, légy védelmezünk nappal és oltalmazunk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk, Krisztus, ami Urunk által. Menj fel veled látható.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd irgalmas szívvel házad népének fölajánlott adományait, és támogass segítségeddel, hogy amit tőled kapott, el ne tékozolja, és megnyerje örök ajándékaidat, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Ő szüntelenül fölajánlja értünk életét, és színed előtt állandóan párt fogol minket. Feláldozva önmagát nem hal meg soha többé, halálában lett örökkön élő áldozat. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Uram is elmegy. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálát a félbetjük, Urunk, és hittel vagyunk feltámadásos, amíg. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, Jenő testvérünkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával,
Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. A Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a szemben. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megtudod az Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Úr Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Úr Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
Úr, az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben. Zöldelő réteken át helyett lékes, csöndes folyóvizek mellett nevelt föl engem, felüdítette az én lelkem. Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, folytonos atyai jóságoddal őrizd megváltott gyermekeidet, hogy akik fiat szenvedése árán szabaddá lettek, az ő föltámadásának örömében éljenek, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja. Könyörgésünket megnevess szükségünk idején, hanem oltalmaz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat,
Ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen. Utánunk, esedezve kérünk,